A The Financial Times brit lap elemzése szerint az Ukrán Védelmi Minisztérium célja az új mozgósítási törvényel, hogy le tudjon váltani 330 ezer kimerült katonát, akik jelenleg a harctéren vannak. A védelmi tárca ugyanakkor hozzátette, hogy a megmaradt újoncok a sebesülteket pótolják, és a harctéren uralkodó helyzettől függően más katonai igényeket is kielégítenek. A törvényhez azonban az ukrán képviselők több mint 4 ezer módosító indítványt nyújtottak be. Az ukrán kormány január be a legfelső tanácsnak a mozgósításról szóló aktualizált törvénytervezetet, amely a végrehajtási eljárás megváltoztatását javasolja. A dokumentum első változatát december végén javasolták a parlamentnek, ám azt a heves bírálatok után visszavonták. A mozgósítási törvénytervezetet várhatóan március végén tárgyalják második olvasatban, de a parlament elnöke, Ruszlán Stefáncsuk elmondta, hogy a mérlegelési idő a módosítások bizottsági felülvizsgálatának hosszától függ. Az Egyesült Államok idén először 300 millió dollár értékű fegyver és lőszer szállítmányt küld Ukrajnának sürgősségi biztonsági segítségként, jelentette be a Fehérház. Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója elmondta, az ukránok számára létfontosságú a hadianyag támogatások folytatása. A Biden adminisztráció szerint a jelenlegi helyzetben a folyamatos orosz támadások közepette, az ukrán haderő kénytelen takarékoskodni a hadianyaggal, ami területben és emberéletben mérhető veszteségeket okoz, valamint a NATO számára stratégiai veszteséget jelent. Az Ukrajna számára összeállított újabb csomag tartalmaz egyebek mellett lövedékeket, Stinger Hárító rakétákat, HIMARS önjáró eszközökben használatos rakétákat, páncéltörő rendszereket és kisebb fegyverekhez használatos lőszereket és pótalkat részeket. Az idei első katonai csomagot a korábbiakhoz hasonlóan az amerikai hadsereg készleteiből veszik el, így gyorsan el tudják juttatni az ukrán hadszíntérre. Csak nem 5 millió ukrán van külföldön a háború miatt, és jelentős részük nem tervezi a hazatérést, közölte kedden az Ukrán Gazdasági Stratégiai Központ. A jelentés szerint január végén 5 millió ukrán tartózkodott külföldön az Oroszország által indított háború miatt. A menekültek túlnyomó többsége nő és gyermek. Idén január végéig az ukránok az európai országok közül a legnagyobb arányban Németországban és Lengyelországban találtak menedéket, előbbiben 30 uk utóbbiban pedig 22 uk Az Európai Unión kívül az Egyesült Államok fogadta be a legtöbb ukránt, szám szerint mintegy 280 ezret, míg Nagy-Britannia 253.200-at, Kanada pedig 210.200-at fogadott be. A felmérés szerint két és fél millió ukrán egyáltalán nem tervezi, hogy visszatér hazájába. Oroszország hosszú konfliktusra készül a Nyugattal, és állandó katonai fenyegetést jelent Európára nézve, hívta fel a figyelmet Petteri Orpó, finn miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament plénumához intézett beszédében. A kormányfő szerint az Európai Uniónak megfelelően kell reagálnia erre a kihívásra, továbbra is támogatni kell Ukrajnát, hogy Kijev megnyerje a háborút. Mint mondta, Ukrajna bebizonyította, hogy elszánt és képes megvédeni magát. Ukrajna támogatása nem csak erkölcsi, hanem stratégiai szükségszerűség is. Az orosz katonai sikerek többbe kerülnének nekünk, mint az Ukrajna támogatásához szükséges befektetések fogalmazott a finn miniszterelnök. Petteri Orpó hangsúlyozta, még az európaiak életszínvonala csökken, addig az Egyesült Államok és Kína egyre gyorsabb növekedést mutat. Véleménye szerint a versenyképesség megerősödéséhez egyebek között növelni kell a termelékenységet, csökkenteni kell a bürokráciát, fenntartható költségvetési politikát kell folytatni, és meg kell erősíteni az uniós belső piacot. Emmanuel Macron francia elnök pénteken Berlinbe utazik, hogy találkozzon Olaf Scholz német kancellárral az Ukrajnával kapcsolatos feszültség csökkentése érdekében, közölte a politikó brüsszeli kiadvány. A jelentés szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök még a pénteki nap folyamán csatlakozik Franciaország és Németország vezetőihez. A Weimari háromszög részeként ez lesz az első találkozó a három ország közötti párbeszéd keretében. Tusk újabb miniszterelnöksége óta, a vezetők szerint a találkozó az egység demonstrációja lesz egy feszült időszak után amikor az Ukrajnával kapcsolatos nézeteltérések nyílt konfliktussá váltak. A hosszan feszültség február végén ford fel, amikor Macron nem volt hajlandó kizárni, hogy nyugati csapatokat küldjön Ukrajnába, megígérve, hogy bármit megtesz annak érdekében, hogy Oroszország ne nyerje meg ezt a háborút. Az óvatosabb Solc visszautasítással válaszolt, kizárva az európai országok szárazföldi haderejének bevetését Ukrajnában. Klaus Johannis, román államfő bejelentette, hogy megpályázza a NATO főtitkári tisztségét. Johannes azt mondta, a két évtizede NATO tag Románia nevében országa teljesítményére és saját tíz éves államfői tevékenységének tapasztalataira alapozva pályázza meg a Védelmi Szövetség főtitkári tisztségét. A vezető politikus szerint a gyökeres változásokon átment kiszámítható és megbízható szövetséges Romániának jogos törekvése, hogy nagyobb szerepet vállaljon az euróatlanti struktúrák vezetésében. Klaus Johannis kiemelte, 20 éve vonták fel Románia zászlaját a NATO brüsszeli székháza előtt. Hozzátette, azóta a 75 éve alakult Védelmi Szövetség alapértékei jelentették az iránytűt, amely a valódi demokrácia megerősítése felé vezette Romániát. Johannis szerint a szövetség keleti szárnyának megerősítése életbevágó fontosságúvá vált, amióta bebizonyosodott, hogy Oroszország súlyos és hosszú távú fenyegetést jelent az euróatlanti térség biztonságára. A NATO vezetésében jelenleg is van román tisztségviselő, Mircea Dzsán főtitkár helyettes személyében, akik 2019 óta tölti be hivatását. Ukrajnának sikerült elérnie, hogy az oroszok engedjenek el újabb öt gyermeket, akik így visszatérhettek az ellenőrzött herszoni területre, közölte Oleksandr Prokudin, a megyei katonai közigazgatás vezetője közösségi oldalán. A jelentés szerint 7 és 12 év közötti gyermekekről van szó. Jelenleg valamennyi gyermek orvosi, pszichológiai, szociális és humanitárius segítséget kap, hogy visszatérhessenek a normális életbe. Kiev egyik fontos törekvése, hogy az oroszok által a megszállt területekről deportált kiskorúakat hazaszállíthassa. A programban a közel-keleti országok és a törökök is közvetítőként segítenek.